Mi mindig utazunk. Ötletek és kalandok, szakértők és világcsavargók a Világjáró magazin műsorában. Mert az utazás élménye sosem lesz mással pótolható. A mikrofonnál Szabó Virág, a Világjáró magazin alapító főszerkesztője, és Almási Gyula, a Világjáró kiadó igazgatója. A műsor együttműködő partnere a világjáróutazás.hu. Szingapúr Dél-Kelet-Ázsia törpe állama. Általában csupa jót hallunk róla. Remek a közbiztonság, hihetetlen gazdasági és kulturális fejlődésen megy át. Tiszták a közterületek, és összességében remek lehet itt élni. De nézzük Szingapúrt most egy világjáró szemével. Gyula, te többször voltál Szingapúrban. Tényleg olyan jó itt élni? Hát élni nem értem ott, de turistának jó. Tehát azt gondolom, hogy egy különleges hely, főleg, hogyha az ember járt már környéken. Tehát, hogyha elmész Indonéziába vagy Malajziába, és mondjuk főleg egy nagyvárosban, mit tudom, egy Jakartába, vagy akár csak egy, mit tudom, innen 200 kilométerre van Malakka, ugye, ami egy nagyon szép történelmi város Malajziába, akkor óriási különbség van Szingapúr javára, és itt arra gondolok, hogy elképesztően tiszta. Tehát, hogyha Indonéziába vagy Malajziába jársz, akkor azért ott az utca mellett, a kis utca, szóval nagyon-nagyon koszos. Szingapúr viszont én nem is értem, hogy tudták ezt így megcsinálni. Tiszta. Azért furcsa ez, mert ugyanúgy kínaiak laknak, ugyanúgy malájok laknak, ugyanúgy ázsiai népek laknak, akik amúgy egy sarokkal arrébb koszosak, vagy koszt hagynak, vagy igénytelenek. Szingapúrban viszont olyan szigor van is, hogy is mondjam csak. Hát szigor, ez a legjobb szó, amiről ugye a vándorok, meg az utazók tudnak, tehát ez a nem szabad bevinni semmilyen drogot, vagy hát ha Isten ne adja, elkapjak valakit droggal, akkor halálbüntetés jár érte. Szemetelni nem szabad, ugye ezért nagyon komoly büntetés kap, aki eldob egy szemetet, és rajta kapják. Egy rágót nem dobhatsz ki a... Sőt, nem is lehet rágozni, de egy picit rágozni elrohányunk. Lehet, ez szerintem hülyesség, tehát ezért nem szólnak, hogy rágozol. De igen, ha eldobsz egy ilyen papírt, azért már jöhet a rendőr is megbüntetett. Vagy én mondjuk szeretek ilyen pestiesen közlekedni, itt megyek a piroson, mert hogy gyalog, és ott azt se nézik jó szemmel, tehát őt nem nagyon szaladgálhatsz, csak a zebrának kijelölt. Egy picit ilyen japán gondolkodásmódot próbálnak így megvalósítani, ilyen keretek közé van sok minden szorítva, és emiatt ugye nagyon jó a közbiztonság, nagyon tiszta, és egy különleges hely Szingapúr. Honnan ered ez az egész, mert nagyon előre rohantunk, de azért ennek megvan az előzménye is, ugye egy hatalmas gazdasági fejlődés, évtizedek óta tartó gazdasági fejlődésben van Szingapúr. Ez honnan ered történelmileg? Onnan ered, hogy ugye nagyon sokáig egy történelme volt a környékkel, értem ez alatt az indonéz szigeteket, vagy a maláj szigeteket, ugye a környéknek az egyik brit gyarmati központja volt. Itt tudni kell, hogy Malajziába is, Indonéziába is, Szingapúrba is mindegyik nagy hajós nemzet megvetette a lábát, voltak itt portugálok, voltak itt hollandok, és utána jöttek a britek, ugye a brit kelet-indiai társaságnak volt az egyik legnagyobb kikötője, és brit koronagyarmat volt. Utána ugye ide is jöttek, mint mindenhova a második világháború idején a japánok, akkor mikor a japánokat kipaterolták, akkor visszajöttek a britek, brit koronagyarmat lett együtt még Malajziával, és akkor volt ott maláj-indonéz konfliktus, elég bonyolult volt itt a történet, az a lényeg, hogy 65-ben kimondták az önálló Malajziát, és utána már független városállam lett Szingapúr. Tehát egy önálló városállam 65 óta, és gyakorlatilag ez a több mint 50 év fejlődés hozta meg az igazi fejlettséget. Ugye gondoljunk bele, egy kis városállamról van szó, nem kell vidéki elmaradt területeket gondozni. Itt a high-tech, a chipgyártás, nagyon sokféle ipar összpontosul, plusz a szolgáltatások, plusz egy óriási kikötője van. Tehát ha valaki elmegy Szingapúrba, egy óriási nagy kikötőt fog látni, a hajók, ezek az óriási tartályhajók az öbölben százával állnak, és egyébként meg a krúzok, tehát a nagy óceánjárók is nagy szeretettel használják Szingapúrt. Nagyon sok ilyen cruise indul Szingapúrból, hogy el lehet menni Vietnám fele, Thaiföld fele, Malajzia fele, egészen akár Hongkongig, tehát hogy egy nagyon-nagyon komoly kikötője van, és ez mind-mind együtt, illetve az, hogy van egy központi irányítás, van egy nagyon komoly, elvileg Szingapúr egy választott köztársaság, tehát hogy elvileg van egy normál választás, de valahogy mégis egy család kezében összpontosul a hatalom most már nem is tudom hány évtizede,
és ez egy elég gazdag család, és ez az a család, ami azt mondta, hogy jó, akkor itt rend lesz, itt nyugalom lesz, béke lesz, és ez viszont nagyon szigorú ilyen drákói szabályokat hoztak. Kicsit a földrajzilag megnézzük Szingapurt, ugye ez egy városállam, van egy nagyobb sziget, itt helyezkedik el Szingapur, de egyébként még vagy 50-60 kisebb sziget van a területe alá sorolva, és ugye itt is állandó építkezések, feltöltések vannak, tehát ezt tényleg úgy kell elképzelnünk, mint egy város, tehát itt vidéki terület nagyon nincs. Hát is. Minimális, ugye feltöltötték itt a mangrove mocsarakat, eltűntek a mangrove erdők, a természetes növényzet, ami egyébként ugye éghajlat az, ugye egy egyenítő éghajlaton vagyunk, mangrove erdők és esőerdők vannak mindenfele, ugye Maláziába és Indonéziába és a környéken, ez meg egy nagy város, tehát hogy itt van, egyébként van a Sentosa sziget, ahová át lehet menni, az is egy ehhez tartozó sziget, vannak ilyen kisebb szigetek, ahol strandok vannak, vannak ilyen természetvédelmi területek, van botanikus kertje a városnak, ami világörökség, UNESCO világörökség egyébként, van ugye maga az állatkert, ami egy kicsit kijebb van a város, tehát azért nem csak egy város, ez egy picit nagyobb területi, amit körbeveszi, de alapvetően nyilván a város határozza ezt meg. Például ez az állatkert, ez szerintem a világ egyik legjobb állatkertje, legalábbis én nem voltam még olyanban, ami sokkal különlegesebb lett volna. Hát ez a világ igen, állatbarátabb állatkertjének tartják, és a világ harmadik legnagyobb állatkertje. Igen, azért ezzel vitatkoznék, hogy a legállatbarátabb, de mindenképpen egy állatbarát hely, és ami nagyon komoly, hogy egy nagyon szép trópusi kertben van, nem kert, ez egy inkább ilyen erdő, esőerdő, és igen, elvileg ugye főleg a kisebb állatok nagyobb területeket kaphatnak, és nagyobb területet kapnak, de mondjuk azért a fehér tigris az egyik nagy nevezetessége a parknak, az egy, hát nem tudom hány száz négyzetméteren van, tehát nem ketrecben van, van egy kis területe, van egy kis vízesés, van egy hosszú fa, azon megy föl le szegény, föl le, a másik fekszik általában, tehát ugye többször is láttam őket, kb. Ugyanaz a kis területük van, tehát azért nem ugyanaz, mint egy vadonban, de hát nyilván állatkertben ez is jó, és ami egyébként érdekes, van reggelente, minden nap szerveznek orangutánet. És erre be lehet fizetni egy külön programot, egész korán kell oda menni, és akkor jönnek reggel az orangutánok, talán 7 vagy 8 órakor van a program, és akkor oda jönnek az orangutánok a fákról, és szépen megetetik őket, és ott ezek már azért eléggé megszokták az embert, tehát nagyon kedvesek, barátságosak, jönnek, eszik a banánt meg a gyümölcsöket, és lehet velük fotózkodni, és az a program ez úgy szokott kinézni, hogy mellette akkor ott az erdőben rögtön te is reggelizhez, tehát megreggelizteted a majmokat, és utána te is kapsz egy ilyen kis svédasztalos reggelit, és utána lehet felfedezni az állatkertet. A botanikus kertről még egy picit meséljünk, ez így egyben függő az állatkerttel? Vagy... Nem, ez egy külön, teljesen önálló területen van. Mert ez egyébként UNESCO világörökség, és a világ egyik legrégebbi, ugye több mint 150 éves. Igen, hát ugye itt úgy kell elképzelni ezt, hogy minden, ami ebbe a botanikus kertben található, az ugye az egész környéken esőerdőről beszélünk, tehát egy fantasztikus esőerdei környezet, és ezt egy ilyen védett kertben mutatják be a látogatóknak. Na, akkor menjünk tovább, voltunk állatkertben, botanikus kertben. Mit érdemes még megnézni Szingapurban? Hát ugye maga hát a város egy óriási, hát majdnem azt mondtam, hogy katyvasz, tényleg az, tehát van itt kínai negyed, van itt indiai rész, vannak templomok, van buddhista templom, ugye ez megint az egész térségre jellemző, hogy voltak itt, vannak itt kínaiak, vannak itt malájok, vannak itt indiaiak, és ezeknek a kultúráját tudjuk megnézni, tehát érdemes elmenni a kínai negyedbe, ott körülnézni, megnézni a kínai árusokat. Nagyon híres a street food, az utcai kaja, ugye a szingapúriaknak van ez a kis hosszú, olyan, mint a szuvlak, ilyen kis húsok, ami különböző húsokkal meg lehet tenni, nyárson sült hús, az a szárak, az nagyon finom, azt meg kell kóstolni, tájkonyhát próbálhatunk, kínai konyhát próbálhatunk, és az utcán tényleg jó minőségű, és nagyon fontos, hogy itt lehet enni az utcán, tehát itt nem fogjuk elrontani a gyomrunkat, tiszták, és nagyon jó ízeket lehet kipróbálni, dimszamot lehet kipróbálni, ez a töltött kínai, hát ezt töltik rákkal, töltik csirkével, marhával, mindenfélével, kagylóval, azt is meg lehet kóstolni az utcán, tehát hogy érdemes Szingapurban tényleg ezt az ázsiai street foodot kipróbálni, ha valahol megmerjük ezt tenni, vagy megtehetjük, úgyhogy nem kell fél liter pálinkát előtte vagy utána elkortyolnunk, és nem lesz bajunk, az itt van Szingapurban. Szóba került az alkohol. Mi a helyzet az alkoholfogyasztással? Az is tiltott egyébként?
Elvileg igen, nem tudom, már nem emlékszem, hogy 5 csillagos szállodákban lehet-e inni, de kint semmiképpen nem fogunk kapni alkoholt, tehát hogy az utcán így nem fogunk kapni alkoholt, de nem is ezért megyünk. Amit viszont lehet, tehát van azért alkohol, mert van egy nagyon ikonikus szálloda, ez a Raffles Hotel, ami még a britek idejében épült. Ha valaki elmegy a Raffles Hotelbe, akkor ott van egy ilyen nagyon elegáns étterem, és ez általában még a programba is, a városnéző programba is beszokták rakni. Itt ezt a Singapore Slim-et lehet megkóstolni, tehát van alkohol, csak mondom bizonyos helyeken. A Singapore Slim az egy gin alapú koktél, ez gin és cherry brandy van benne, hogyha jól emlékszem, és ennek is még az angolok idejébe nyúlik vissza a története. Ugye cherry brandy van benne, ha jól emlékszem, van benne egy kis friss ananász is, és ehhez adják hozzá magát a gint, és egy ilyen érdekes koktél szolgálnak föl. A Refuse-be, ha bemegyünk, a Raffles szálloda, ugye az egy igazi angol szálloda, a 19. századi épület, egy ilyen fehér, gyönyörű épület. Meg kell keresni ezt az étteremet, nem lesz nehéz, mert ott van rögtön a bejáratnál, és ezt a Singapore Slinget ki kell kérni, és meg kell kóstolni, tehát lehet azért alkohollal találkozni. Említetted a hotelt, ha Szingapurba megyünk, akkor hogy érdemes utazni? Érdemes ide egyénileg elindulni, vagy szervezett úton menjünk, inkább válasszunk szállást távolról, interneten? Mind a kettő lehet. Igazából Szingapurban már azért elég sok komoly szálloda van, jó minőségű szálloda, amit előre le lehet foglalni. Nem biztos, hogy Szingapurhoz csoportvezetőkkel ez elég viszonylag egyszerű közlekedni. Hogy tudunk közlekedni? Jó, nagyon jó a tömegközlekedés, metrohálózata is jó, buszok vannak, minden tiszta, minden időbe jön, nem vernek át, taxizni is lehet. Úgyhogy itt azért lehet egyedül csavarogni. Autóforgalom? Korlátozzák az autóforgalom az érdekes, mert van egy csomó autó persze, de mivel óriási nagy város, nincsenek olyan dugók mégsem, mint mondjuk Jakartában. Ennek az az oka, hogy meghatározott számú autó lehet összesen. Tehát megvan határozva, nem tudom hány ezer vagy százezer darab autó lehet, és erre engedélyt adnak ki. És az engedélyeket úgy adják ki, hogy akkor adnak ki engedélyt, hogyha felszabadul egy engedély. És nagyon nehéz, ha valaki odaköltözik. De nagyon drága is, nem? Tehát kb. 10 millió forintnak átszámítható értékben annyi körülbelül egy engedély. Sokszor azt mondják, hogy drága az engedély, mint az autó. És nehezebb megszerezni. Tehát oda költözöl Szingapurba, és akkor most veszek egy autót, nem veszel egy autót, mert nem kapsz rá engedélyt. Tehát hogy ez is egy furcsa, picit azért olyan korlátozzák a jogaidat, és nem olyan egyszerű hozzájutni, és pont emiatt tisztább a város levegője, mint mondjuk Jakartának vagy Bangkoknak, és ehhez, ami még hozzá tartozik, hogy nagyon jó a tömegközlekedés, nagyon tiszta a tömegközlekedés, tehát mondjuk ne felejtsük el, hogy hol vagyunk, Malajzia, Indonézia közelében, ott azért ez nem elmondható, hogy nagyon tiszta és nagyon jó és pontos a tömegközlekedés. Itt egy picit mindig azt mondják, hogy Szingapúra, Dél-Kelet-Ázsia, Svájca, ilyenkor érezni ezt. Tehát amikor az ember egy vonatra száll, vagy egy metróra, vagy egy buszra, hogy tiszta, pontos, kényelmes, és ez azért ebben a régióban elég meglepő. Világjáró magazin. A műsor együttműködő partnere a világjáróutazás.hu. Mielőtt tovább nézegetnénk, hogy mit nézzünk meg még Szingapurban, egyébként Szingapurnak a turizmus fejlesztése jelentős az ország gazdasági bevételei szempontjából? Törekszenek erre, hogy minél többen jöjjenek? Van-e nomád vízumunk, tehát hogy ösztönzik-e a turizmust, vagy igazából a saját gazdasági kereskedelmi tevékenységük? Nagyon komolyan szeretnék a turizmust, és szeretik a turizmus fejleszteni. Gondoljunk csak bele azokba a látványosságokba, amik az elmúlt 20 évben épültek. Ugye ezek közül kiemelkedik a Marina Bay Sands, ugye ami egy szálloda üzletközpont, és ugye a világ legnagyobb 250 méteres medencéje van ott a tetején. Tehát ugye az ember egy olyan szállodában lakik, ami egy felhőkarcoló, van benne egy elképesztően elegáns bevásárlóközpont, tehát le tud menni rögtön gyorsan egy Gucci táskát vásárolni, hogyha éppen arra van igénye, és fönt pedig, ahol van egy kilátó is, tehát oda a turista is föl mehet kinézni, alatta van a város összes felhőkarcolója, az öböl, minden, amit szép Szingapurban, és hogyha valaki elmegy Szingapurba, általában egy-két napot töltenek ott a turisták. Bár ugye már propagálják, hogy menj oda többre, menj el ilyen túrára, menj el a botanikus kertbe, az állatkertbe,
menj el a külön nyaraló részekre, ugye, amik vannak, de alapvetően egy-két éjszakát töltenek, és nagyon sokan ebben a Marina Bay Sands-ben pont emiatt fognak megszállni. Emellett ugye építettek egy óriás kereket, egy pár évvel ezelőtt, ugye, amíg dubaiak meg nem építették a sajátjukat, ez volt a világ legnagyobb óriás kereke, ahová ilyen 7-10 ember befér, és egy nagyon szép kilátással körbe lehet menni rajta. Alatta lehet látni a Forma 1-es pályát, ugye ez is turista látványosság, meg ez is vonza a turizmust. Van egy óriási botanikus kert, itt a világ legnagyobb ilyen fedett botanikus kertjét hozták létre. Ebben még magyar fa is van, tehát van itt minden a világról összeszedett fa, van a világ legnagyobb belső vízesése, ami mellett föl lehet sétálni. Tehát persze nagyon fontos nekik a turizmus, nagyon fontos a street food is, tehát erre is nagyon sok hangsúlyt fektetnek, hogy Szingapurba tudsz vásárolni, tudsz nagyon szép felhőkarcolókat látni, és egyél az utcán, tehát hogy itt minden a tisztaság, a nyugalomról szól. Ami még nagyon jó turista program, az a csatornán való hajókázás, ugye van egy ilyen kis csatorna, ahol végig lehet menni, és gyakorlatilag az összes ilyen kis kocsma, étterem ott van a partján, tehát nagyon sok helyi, jól öltözött, jól szituált emberek szoktak oda kiülni, és kávéznak, söröznek, sört is lehet kapni egyébként. Tehát az is egy nagyon, illetve van a, pont itt a Marina Bay Sands előtt, ahol van ugye ez a túrész, ott van egy ilyen esti, ilyen lézerfénysó, amit pont innen a bevásárlóközpontnak a partjáról lehet talán a legjobban, vagy a másik oldalról lehet legjobban megnézni. Ezt is direkt a turistáknak csinálták, tehát ez is egy turista látványosság, úgyhogy nagyon fontos nekik, hogy minél több turista jöjjön. Ugye vannak ezek a klasszikus, amikről már beszéltünk részben, szállodák, ezek az angol szállodák, a Hotel Fullerton, vagy az előbb már említett Raffles, ezek elegáns, olyan régi, olyan tényleg olyan angol korabeli szállodák, itt teljesen más stílus egy ilyenbe lakni, mint mondjuk egy modern szállodába. Van ez a sétány rész, a Waterfront Promenade, ami kifejezetten a Raffles-től, hogyha elindulunk, nincs messze, és ott a sétányon végig lehet nézni a felhőkarcolókat, szembe ott van ez a Marina Bay Sands, ott van ez a szökőkút, ez a Szingapur, mondjuk úgy, hogy jelképe, ez a fehér oroszlános szökőkút, tehát hogy egy nagyon, nagyon látványos, kifejezetten turistáknak kialakított részek vannak, el lehet menni a Buddha-foga templomba, el lehet menni a kínai negyedbe, tehát hogy rengeteg látnivaló van a városban, és tényleg nagyon turista barát a város. Tudunk menni akkor repülővel, és ott töltünk annyi napot, amennyit szeretnénk, és tudunk menni hajókkal is, nem? Tehát a nagy óceánjárók is szeretnek itt kikötni. Igen, hát a legegyszerűbb ugye, hogyha ide akarunk menni, akkor valahol átszállni. Tehát, hogyha Pestről megyünk, akkor vagy Katarba, vagy Dubájba, vagy Isztambulba átszállni, és úgy menni. Ha pedig hajókázni akarunk, akkor sok olyan hajóút, krúznak a végállomása egyébként Szingapur. Tehát, hogy van, amelyik indul is, egy kört megy egy ilyen rövidebb, vannak ilyen 4-5 napos körök, el lehet menni ilyen rövidebb tájkörre és tájmaláj megállókkal, és visszaér Szingapurba, és van az a klasszikus hongkongi, ami egy 2 hetes út, tehát, hogy vagy Hongkongból indulsz, és akkor úgy jön végig a hajó, vagy Szingapurból Hongkongig, tehát, hogy nagyon sok ilyen krúz van. Egy picit még a szállásokra térjünk vissza. Beszéltél szállodákról, de hogyha egyszerűbb szállást szeretnénk, azok is megbízhatóak, tudunk foglalni, akár Airbnb-n, tehát az egyszerűbb szállásokat is nyugodt szívvel választhatjuk? Abszolút, tehát Szingapurban nyugodtan lehet Airbnb-zni is, nyugodtan lehet hátizsákos szállást is foglalni. Általában azért, mivel a közbiztonság jó, itt nem fognak átverni, nem fognak lehúzni. Nagyon minimális az egész térségben a legkisebb a korrupció. Nincsenek ilyen hiénataxisok, tehát hogy nagyon nyugodtan lehet előre foglalni. Aki még különlegesebb élményre vágyik, az menjen át a Szentóza-szigetre, amiről már ugye az előbb részben beszéltünk. Ez a sziget, ez egy jó hétvégi program, a helyiek szoktak kiállni, meg sok maláj jön, sokan jönnek Tájföldről. Itt van csúszdapart, van Underwater World, tehát egy ilyen akvárium, tehát ez egy ilyen kifejezetten egy ilyen nyaraló sziget, és lehet a szigeten megszállni és homokos parton fürödni. Van Universal Studios, tehát már Amerika is betette ide a lábát, van egy nagy élménypark, úgyhogy itt is akár 2-3 napot simán el lehet tölteni, lehet Shrekkel találkozni, lehet Jurassic World témájú dolgokat megnézni, tehát ha valaki erre vágyik, akkor a Szentózára át tud menni. Igazából, hogyha így nézzük, akkor egy hetet simán el lehet tölteni Szingapurban, mert
telt ugye legalább egy 2-3 nap, amíg a belvárost felfedezzük, ugye akkor még ott az állatkert, ott van ez a sziget, és akkor egy picit lehet a szigeten, ezen a Szentozán lehet nyaralni is. Amiről nem beszéltünk, az az idő, hogy nagyon jó idő van, tehát most is nagyon kellemes időjárás van. Hát most itt azonnal megcáfoltuk magunkat, a műsor elején azt mondtuk, hogy egy 2-3 nap, egy-két nap a turisták töltött ideje, igen, és most már ugye nem egy azt egész mondtam, hogy annyi, hanem hogy általában annyira mennek, igen, tehát hogy két napot szánnak Szingapúrra általában. Na hát ne szálljunk két napot, többet szálljunk Szingapúrra. Reméljük, hogy sikerült kedvet csinálni hozzá, ez volt a mai Világjáró magazin, érdemes velünk tartani minden kedden, mi itt leszünk és mesélünk tovább. Ez volt a Világjáró magazin. Friss utazási ötletekkel, izgalmas témákkal és persze személyes kalandokkal. Világjáró magazin, mert az utazás élménye sosem lesz mással pótolható. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. A műsor együttműködő partnere a világjáróutazás.hu.